Még tavaly adtuk át az eredeti helyszínen a Vasörs általános iskola mögött a kispesti skateparkot, valahogy így éppen szeptember vége tájában. És akkor már tudtuk, hogy ott a környéken élőket zavarni fogja, bár korábban egy évvel ezelőtt kiküldtünk egy levelet, amiben kértük a véleményüket arról, hogy oda tervezzük a skateparkot, akkor nem kaptunk semmilyen negatív visszajelzést, csak a megnyitom. Ez egy kicsit furcsa volt számunkra, de azt gondolom, hogy végül is jogos volt az az észrevétel, hogy ez a tevékenység zajos, mert hát most is lehet hallani, hogy azért a deszkák csattognak, a BMX-ek is zörögnek, és valóban ott azért közelebb volt a pálya a lakóházakhoz, 4-5 lakóházat érintett ez, és ezért gondoltuk úgy, hogy megpróbáljuk áthelyezni a skateparkot ide az önkormányzati sporttelepre. Ez jó azoknak is, akik ott sportolnak, hiszen nincsenek nap mint nap vegzálva, és természetesen így már a lakókat sem zavarja. A skatepark egyébként az eredeti helyszín is egy volt sportpálya volt, csak közben, miután időközben az a telep lepusztultá vált, ezért nem használták. Így csendes is volt. Ez a skatepark története egyébként valamikor 2005-ben indult ez a sztori igazából, hiszen akkor kerestek meg azok a fiúk, akik most is itt vannak, hogy engem és az akkori polgármester Steinerné dr. Török Katalint, hogy kéne egy ilyen létesítmény Kispestre. Én akkor az akkori polgármesteri programomban célkitűzésként bevettem ezt a programpontot, és 2010-ben meg is valósult ez. Most meg itt vagyunk, áthelyeztük egy nagyobb helyszínen, így lehetőség nyílik arra is, hogy bővítsük egy zárt helyen és egy nagyobb helyszínen a kispesti skateparkot. Eddig semmi negatívat nem hallottunk az itteni lakosoktól. A hangja jobban eloszlik a térben, mert nagyon nincsenek magas házak a környezetben, és ezért igazából semmilyen rossz tapasztalat nincsen. Sokan a környékről is elkezdtek járni, akik idáig még nem jártak a másik helyen. Látjuk, hogy szeretik és használják a gyerekek, felnőttek is, és mindenképpen szeretnénk dolgozni rajta, hogy ez még jobb legyen. Jó, minden megtalálható, ami kell. Nagyon szeretem a parkot, és mindent ki tudok használni. Egész jó, csak az a baj, hogy csúszik, amikor kicsit nedves, és átjön innen a szomszédból a por, amikor dolgoznak. Még előtte így erdőbe járkáltam, meg így streeteltem össze-vissza.